Harca démonokkal Harmadik korszak Első Ha tudná, hogy mit jelent az a szó Géza lelkében, nem ez is. Mi az a csapás, s mi a bűn? Van hát valami titkos, rejtegetett pontja Géza múltjának, mely most iszonyú következetességgel ráesett, mint a saskesejű a galambra. Géza gyermekedett kedélye, Friss, lágy, puha hangulataival, szinte lehetetlenné teszi a föltevést, hogy nem, nem hisz ebben a gondolatban. A szálingó hópejheket nézi öntudatlan érzéssel, nézi, nézi, mint hullanak, hultogálnak, s bámolja a jégvirágok fantasztikus alakjait a nagy, széles ablaktáblákon. Avagy talán az a rövid, mámoros, lázas szeretkezés Evelinnel, Ah, oh, hogy gyűlöli azt az asszonyt, ki megkeríté, s elbuktatta az ő édes, jó emberét, gyűlöli feneketlen, keserves gyűlölettel. Eszébe jut, hányszor találkoztak már véle, hogy Géza, minő rajongó szemekkel bámolta ilyenkor is őt, érezte, hogy Géza szerelme ott ragyogott a szemeiben, hogy ő most is mindenha a tisztaság papnője Géza előtt. A szálingó nagy, ragyogó, fehér hópelyhek csak hullanak lassan, ritmikusan. Kába mámor borul az agyára, s szemei önkéntelenül lecsukódnak. A kínos, kínzó tépelődésből az édes emlékekkel teli múltba menekül. Akkor is karácsony napja volt, s épp egy esztendeje az esküvőjüknek. Leutaztak a szüleikhez, s Miri a leánykori szobájában töltötték az egész napot abban a képzelgésben, abban az érzésben, hogy a múlt remé reményeivel és ábrányaival élő jelen, s a jelen csak boldog jövő, bájos játék volt. Hímző asztalához zsámolt vont Géza, s lábaihoz ült, és szerelemről, mámorról, boldogságról susogott bűvös dalokat. Hogy beesteledett, felragyogtak a karácsonyfa apró gyertyái s az aranyozott diók és magyarok csillogtak. A nagyszobában ott volt egész családjuk, a férfi anyja, meg az asszonyka szülei, csupa mosolygó, derült arc. – Jössz te, kis szólt be hozzájuk Miria anyja. – Megjött már a kis Jézuska! – Mindkettőjüket kicsapongó, ideges boldogság érzés fogta el, átölelték egymást, és mámoros táncra perdültek az asztal körül, a karácsonyfa körül. A szülők tapsoltak, s Miria az angorához szaladt, s Fidelio dalára gyújtott az a, az őcsengő, szilaj, szenvedélyes hangján, mi alatt ragyogó haja kibomlott, s végig hullott vállain. Kom hofnunk, las den Letzenstern, den Letzenstern des Friedens nicht erbleichen. Minnyájukat magával ragadta a mámoros öröm és boldogság rajongó hangjaival, s Géza vele énekelte az árják egész hosszú sorát, a bőregér kacagó, jókedvű duettjéig. Boldog az, ki elfeled. S lenn az utcán, megszólalt a karácsonyi ének. Mennyből az angyal. Felhívták a betlehemes gyerekeket, s körülállották misztikus, ihletett hangulatban a ragyogó bábszekrényt, s velük énekelték a gyermekkorukból jól ismert dalt. Leszállt hozzátok, pásztorok, pásztorok! A szálingó nagy fehér hópelyhek még egyre-egyre hullanak, csöndesen, ritmikusan. Miria felnyitja szemeit, melyekben könnyek ragyognak. Hová lett az a boldog karácsony? Én már négy esztendeje, a szerelem éppen él mindkettőjük lelkében, de valami kínos kétely lopodzott közéjük. Honnan jött? Mi az a nem ez is? Négy év? Hogy csengtek a dalok a vasutcai kis kétszobás lakásokban? a boldogság dalai. Igazak, őszinték voltak, s épp az, amit a kritika gúnya érintett, volt a legnagyobb boldogságok. A nyugalom, a csend, az egyformaság, az örök, örök szerelem. Hát a költődala nem zenghet megosztott, igaz, csöndes érzéseket. Végig borzongott, hogy arra gondolt. Fölkelt a pamlagról, melyen eddig szinte összezsugorodva fetrengett, s felszította a tüzet hadd lobogjon a parázs. Lázban volt, de szinte fázott belé. Halkan, lábújhegyen járt kelt, egy pár lépés csak, hogy ne zavarja Gézát, ki a szomszéd szobában dolgozik. Aztán visszafeküdt a pamlagra, Smerön nézte az ablakon át a szállingó nagy fehér hópelyhek játékát. Mind jobban ráborult az árnya szobára. Emlékében kergetősdit jártak a múltképei, képei, mind borult el Géza szelleme, mint hasogatta lelkét a kritika szava, valóságos, mérges, kígyó hiszen csak a dicséret és az elragadtatás felkiáltásait hallotta az A boldogságát megirigyelték a gonosz istenek. Nem kapott hangokat, melyek visszhangra találjanak mások érzéseiben. Vagy lehet, csak ő boldog a világon, egyedül. Hát elzárkózott, s érzéseit titkolta. Évek teltek el, még egy lírai dal zengett az ajakán. Ezek kínos, keserves napok voltak, titkos, szenvedésekkel telve, hisz Mirja is együtt érzett vele, s boldogságukat ez érzés megmérgezte. A szobát megeste az est sötét fátyola. Mirja merengett tovább, ezek a kínos emlékek, az utazás nyaranta, a munkanélküli napok, a gondolat és terv nélküli élet, és a nehéz, kínos életgondok, a könyvtárnoki szolgálat, a gyakorlatok javítása és a nyelvtani leckék unalma, melyek Gézára mázsányi teherként nehezettek, kínos fájdalmakat okoztak neki is. Fájta lelkének ezt a szótlan bánatot leolvasni az egykor mosolygó arcról. Az a gondredő, mely Géza homlokára kiült, kardsebként tűnt fel Mirja előtt minden nap. Úgy érezte, hogy ez a seb néma panaszt vág az ő arcába, akiért férjének, férje költői szellemének szenvednie kell. Az emlékhatása alatt zokogni kezdett. Nem folytak könnyei, csak a lelke zokogott. Megértette férje szónélküli keservét, s most, hogy elemezi azt az érzést, mely boldogságuk hóhéra, szinte megérti a titkos jelentését, Géza automatikus szavának nem ez is. Ha ír, ha olvas, ha sétál vagy pihen, ott ül Géza ajkán eszó, mely Miria arcába kergeti a vért, és izgatja intuitícióját, hogy behatoljon eszó segedelmével, férje titkolt, napról napra zavarosabb lelki világába, hogy nem segít ezen semmi, sem utazás, sem nyugalom, sem gondozás, sem szerelem. Csöndes nyári estéken, hogy ott ültek a kisvárosi szőlő kis pajtája előtt, Édesanyja hegyi szőlejét zavartalan, nyugodt nyaralásra használta fel, Géza, kínzó gondolataiba merülve, álmodozott, alig tudva, hol van, s alig értve Miri a szavát. Nyugalom, nyugalom, mondották az orvosok, csak ez használ. Most bent dolgozik a mellékszobában, hetek óta elzárkozva tölti a délutányait, mindig nyugodtan, felüdülve jön ki, dolgozó szobájából. Miri a lelkében a reménység életre kél, a teljes, végleges gyógyulás reménysége. Hogy el fog veszni, visszahol sötét országába az a kínos árny, az a kétségbejtő fantom, az a démonikus vád, nem ez is. Ben, Géza dolgozó szobájában zörej támadt. Hirtelen, mintha egy szék dőlt volna el, s azután heves léptek, s halk férfi kacaj, de metsző, szarkasztikus, kínos. Mirja ilyetten rendzen fel, felugrik az ajtóhoz, rohan, de nem mer belépni. Ott áll Némán, lélegzetét is visszafolytva, a legnagyobb felindulásban. Csönd. Megnyugszik. Aztán lábújhegyen kúszik a pamlakhoz, melyen végigdől, fáradtan s álmodozva, merengve nézi az ablakra hulló szürkés fényt. A férfi benne a szobájában ismét helyet foglal íróasztal előtt. Iszonyú kétségek kínozzák, úgy érzi néha, hogy tehetetlen, hogy érzése kiszáradt, hogy agyában nincsenek gondolatok, hogy alig tud emlékezni, hogy érzés sem, akarat sem kél a lelkében. S a csodálatos állapot egyre növekvőben van, hogyha időről időre meg is szűnt, és még csak előkerül. és egy gondolat kínozza, Boldog, boldog, boldogabb nem lehet. De a boldogság ára a költői tehetség pusztulása. Ez a nem ez is. A fejét tenyerébe hajtva merengel. Töredékes hangok és összefolyó ének hullámzanak agyában, s csodás játszi muzsikát hall. Ismét csönd támad, egész csönd. Dobolni akar az asztal tábláján, hogy hallja-e a hangot. Igen, dobolni akar. Mi kell ehhez? fel kell emelni a könyökét, meg a mutató ujját, s egy kis erővel az asztaltáblához verni. Nos, most fölemeli a könyökét, de minek? Ő nem akarja felemelni a könyökét. Ah, milyen bőbályos edal! Igen, de hisz ezt ösmeri. Ez a bakhánsnő. De hisz ez a régi dala, rég megírta. Igen, tisztán emlékezik rá. Vajon benne van-e a kötetében? Felugrik, s keresi a boldogság dalai közt. Nem, ezek rossz, hideg, száraz versek. Igen, ezt írták róla. A hideg, száraz versek. Könybe borult szemmel teszi félre a könyvet, s kikeresi az első kötetét. Ott van, benne van. S miért akarja újra megírni? Helyes, most már tudja, ez halucináció volt. Akkor ő beteg? Nem, még az sem hiszen egészen jól érzi magát, csak a démonja üldözi. Hes, hes, te áldász, pokol szülötje, te! Aztán végigdől íróasztalán, s megkönnyebbülten írni kezd. Nem ez is, nem ez is, nem ez is. Ezerszer nem ez is. Tolla egyre azt a szót fogja, mi alatt agyában gondolatai, űzik, kergetik egymást, s ő mosolyogva, teremtő ihletének birtokában véli magát képzeletében lejátsza az egész antik játékot, melyet alkotni készül, mi alatt tolla egyre ezt a szót veti a papírra lázasan. Nem ez is, nem ez is. S másnap megújul ez a képzelgő játék, csak hogy képzelete alakjai egyre tisztábbak már, egyre világosabban látja őket, hallja a hangjukat, s terve, a lírai dráma terve egyre reálisabb alakban domborodik ki előtte egyre ezzel foglalkozik, ezzel. Szinte államvilágban él, melybe csak Mirjának szabad a belépés. S Mirja együtt tervel a férjével, örvend, ha egy szakasz jól sikerült, s Géza kacagva boldogan szavalja ilyenkor kedvenc versét, melyben azt énekelte meg, hogy ők ketten egyek tulajdonképp. Mirja úgy érzi, hogy beköltözött a házukba, ismét a boldogság. Ezt a boldogságot ám rendszerint kínosan zavarja meg egy érzés. Géza jókor kél, és siet dolgozó szobájába, hogy meglopja a reggel tiszta üde érzéseit. Mirja ilyenkor kétségbe esve jár kél, mi alatt házi asszonyi gondjai elfoglalják. Éme házukban van a pajzán múzsa, ihletet órákat ígérve, férjének boldogságot lelki két nyújtva, s ebből a ritka pillanatból ki kell kergetnie, Ettől a drága vendégtől meg kell fosztania a költőt, ha az óra fél kilencet ver. Indulnia kell a könyvtárba, mert a hivatalnoknál első a pontosság. Kitörődik azzal, hogy a költőnek drága vendége volt. A múzsával nem szabad beszélgetnie a hivatalos órák alatt, s e hóhír szerepre néki kell vállalkoznia. Az a zavaros tekintet, melyet Géza vett maga körül, az a szín, mely elönti az arcát, járása, léptei, támolygása, mint a részegesé, melyel útjának indul, azt mondják a szerető asszonynak. Ezek a pillanatok hatnak az idegeire a legkeményebben. Aztán gondolkozik, s asszony logikája odahul ki, hogy tulajdonképpen ő miatt a kér rabszolga útjára a költő, ő szegi meg szárnyalását, ő fosztja meg szabad röptétől, ő kínozza a rabláncokkal, ő egyedül ő szerelmével. Észonyú kínokat szenved naponként, melyek heves, görcsös fejfájásokkal járnak. Lelkismerete véres vádakkal áll elő, szinte lázasan védekezik ugyan ellenük, de hasztalan. Úgy érzi, hogy nincs joga a szerelemnek erre az áldozatra. Nincs joga ahhoz, hogy a természet kiválasztott, ihletet kegyeltjét szabadságától megfossza, hogy kiölje a szenvedélyt, a csapongást, a könnyed érzéseket a költő szívéből. Soha sem támadt a lelkében kétség az iránt, hogy ez a váltaskodás jogos-e, hogy vajon éle igazi szabadságvágy, csapongó, lázas, szenvedélyes szabadságvágy Géza lelkében. Telve volt e hittel, e bizalommal. Valóságos imádsága volt a gondolat, hogy nagy költői tehetség nevét viseli. Ah, bitorolja! Géza lelkének betegsége az ő bűne. Zokogott a szíve. Géza víg eltűnése az ő bűne. Zokogott a lelke. De nyugodt, derült mosolyt hazudott az arcára, hogy ne okozzon ezzel is fájdalmat Gézának. Hazugságban éltek hát lassanként. Géza boldogságot érzett, ha nem kellett dolgoznia. Ha meg nem dolgozott, rémület kért az asszony arcán, hát megkísérlette a munkát, s mert az kínokat okozott, hát boldogtalannak érezte magát. Az asszony pedig önmagát vádolta, titokban, ha Géza boldogtalan, szomorú, lehangolt volt. Éj hangulat hullámzás közt készült el a boldogság tragédiája. Vajon mi történt itt ezekkel a sávorékkal, hogy estét adnak? Micsoda szép a lakásuk! Az előtt a vas utcában ugyancsak szegényesen laktak, azt hiszem, az asszony gazdag rokonsága segített rajtuk. Hallotta már, hogy sávol drámát írt. Valami furcsa, verses tragédiát. A férjem azt mondta, hogy teljesen zavaros munka, még a betegségében írhatta. Úgy, az estély akkor hát visszatérés a nagyvilágba. Ha alapok írni is fognak talán az estéről. Bizonyosan, hisz itt vannak könyomatos. E pillanatban hozzájuk lépett Miria, s az asszonyok vetekedtek a kedvességben. Egyéb iránt írófeleség volt mindkettő, hát szerettek intrigálni, ami az íróknál egyedül a kölcsönös becsmérlés vagy dicsérésből áll. Az egyik egy gyorsan és felületesen dolgozó regényírónak, a másik egy ösmert műfordítónak volt a felesége. Géza kitűnő színben és pompás hangulatban szorgoskodott vendégei körül. Itt voltak barátai, tanártársai és író ösmerősei, egy a feleségével. Egy pár színész is eljött, s a fekete szára, ahogy a színház fiatal hősnőjét bohém körben neve elnevezték. Természetesen itt volt a jó öreg szerkesztője is, akit a fiatalabb írók kitüntetően vettek körül. A hangulat egyre kedélyesebb lőn, s a vacsorát kitűnőnek találták valamennyien. A kertből pompás tavaszi levegő árad fel a terembe, a nagy atelier ablakon át. A nők különösen az új lakásokat irigyelték, mely kisé messze esett ugyan a belvárostól, de mert kert közepén feküdt, tavasztályt főségesen kellemes. Hogy a fekete kávét hordták fel, a nők kiültek a teraszra, s a férfiak Géza köré csoportosultak, hogy hallgassák a drámája tervét. Nagy tűzzel és élinken beszélt. Mirja egy darabig a teraszról aggódó pillantásokkal kísérte, de aztán megnyugodva ült az asszonyok közé, kik egy bohém lakodalomról beszéltek. Az eset érdekes. Egy ösmert színházi kritikusnak általában egy még ösmertebb lovarnővel való ösmert viszonyáról szól. Egy léghajóban esküdtek meg, s a banális nászutazást egy kis világkörüli léghajózással cserélték ki. Az asszonyok hirtelen olyan kérdést vetettek fel, melyet fiatal leányok nem hallgathatnak meg, s a műfordító felesége Mirjához fordult. Kérlek, mint háziasszony, foglalkoztasd egy ideig a fekete szárát, hogy mi nyugton cseveghessünk. Ugyan, ugyan, mintha az én erényemet a ti luditástok elronthatná, ha a báró gyémántjainak ellentállott. Nem fog rosdát kapni tőletek sem, feleselt az élesen. Ez hangos kacajt szült, s a férfiak is feléjük fordultak. Géza beszélt tovább, fejtegeté gondolatvilágának általános filozófiai eredményeit, melyek a klasszikai nyugodt harmóniához való törekvésben nagy ellentállásra akadtak. Igen érdekesnek találta mindenki a módot, ahogy a modern élet éles ellentéteit festette, s természetesnek a következtetést is, hogy az ellentétekkel való harc közben minden gondolkozó elbokik boldogság nélkül, ha a nyugodt harmónia a boldogság. Azt a hatást tette mindenkire, hogy mélyebb, erősebb alapot kezd a gondolatvilága maga alá ásni. Hanem az asszonyok folytonos kacajára kimentek ők is a teraszra. Jó, jó, csak jöjjenek ki maguk is, mondja a fekete szára, elvégre maguk sem jobbak, Híres nevek, rendesen a könyomatos révén, akárcsak az enyém. Kedves, jó, kőnyomatos, nem parancsol egy kis pogácsát? Fordult a kis fekete újságíróhoz. Az a helyzet komikumára emelkedve, felelé. De igen, ha ilyen drága kis kezek nyújtják. Igen, igen, maga az én egyetlen hő emberem. Ezek itt mind olyanok, mint a feleségeik, napraforgók. Most a nők ki akartak zárni magok közül, mert... Ez a bosszom, látják, ez a bosszum, megmondom nyíltan, mert, mert nuditásokat beszéltek, igenis, író urak, ezek az asszonyok nuditásokat beszéltek, igenis, Zolának igaza van. Persze, hogy olvastam, hisz minnyáján olvasták, mi mindent olvashatunk, nálunk az a szégyen, ha nem olvastuk volna, mi kivételes viszonyok közt élünk. A fekete száradő általános kacagás közt folytatta. Az asszonyok kacagva pirultak, s a férfiaknak csemege volt egy-egy ilyen jelenet, melyről aztán hetekig beszélhettek a klubban, égtelenül kiszínezve. A fekete szará hirtelen elhallgatott. Nos, tovább, tovább, unszolták. Azért sem, ez elég volt, hisz maguk költők vagy mi, tessék önként kiszínezni, hisz tudom, alig várják, hogy holnap este legyen, a szerkesztőségek ettől fognak majd zsongani, a, ah, a fekete szára ismét beszélt, s miket mondott, csak úgy töltünk tőle. Halljuk, halljuk, a fekete szára, te, hiszesz ebben a fekete szára féle erényben? Azt hiszik, nem tudom. Most törjék a fejecskéiket, az éjjel a fekete szára bonmotkon. Ben a teremben felhagzott az zongora, s minnyáján odafigyeltek. Miria játszott a pianinon, s egy ösmert írófeleség, aki azelőtt operaénekesnő volt, darra gyújtott. Gézának egy pár dalát énekelte, egy fiatal zenész kiválóan sikerült debütjét. A dal lecsillapítá a fekete szarát, s később már összecsókolta az asszonyokat. Ugye, nem haragusztok rám, édeseim, könyörgött. Aztán karon fogta az egyik újságírót, s a terasz egyik félre eső sarkában csevegni kezdett vele a színházról. Végig dicsérte a társnőit, vigyázva szavainak a hatását. E hatás elmaradt. Érezte, hogy rosszul indult. Az újságíró talán az ellenséges színházi híve, hogy olyan közönyös, hát hirtelen cselt kezdett, s belefogott a becsmérlésbe. Ez sem hatott, mint csak nem tudta meg, hogy ki az, ért az melegebben érdeklődik. Hirtelen felkiáltott. Borzasztó, micsoda igazgatás! A szegény kis pipit, látja, volt tehetsége, de a szobalány szerepek tönkre teszik. Ez hatott, az újságíró szemei fellobogtak. Úgy, hát a kis pipi, miért nem mondtam én nyárt? Látja, őszintébbek lehetünk. Nem belém szerelmes, azt látom, akkor mindegy. Tegyen egy szívességet, én visszaadom majd pipinek, jó? Tehát fegyveres pajtásom? De kisasszony, ugyan ne, éle, ne ellenkezzék. Láttam gyakran a színháznál, s tudtam, hogy valakiért van ott. Most már tudom, kiért. Egyéb iránt csak ezt akartam. Jó, hát fegyveres pajtásom? A lapjuk kisé hideg mostanság. Mi az? Az új szerepem rossz? Kell az újság nagyon. Tudja, agyonnyom az az asszony. Ezzel belemerültek a színházi intrigákba. A kertben levezető lépcsők alján, az emeleti lakásból kiáradó fénytől beborítva, magas, barna fiatal ember állott, sötét tűzben égő szemekkel, hajadon főt. Göndörfürtök borultak homlokára. Rövid ideje csak, hogy egy novellás könyvel feltűnt, melyről kritikusai azt állították, hogy Zola nyomán fakadt. Ám egyéniségében valamelyes ködös, romantikus álmadozás uralkodott, és szemeiben még szenvedély ült. Nagyságos asszonyom, szólt a műfordító feleségéhez, nem tennénk egy sétát a kertben? Én félek a sötétben. Oly langyos ez a tavaszi est, ezer szerelmes dal csusognak a falevelek, s ön fél, mitől fél? elvégre ott leszek én is, önnel. Aztán meg nem is illenék. Igen, ha mások is jönnének? S hátrafordult. Gyerekek, nem tennénk egy sétát a kertben? A fekete szará jelentkezett. Jó, én megyek. Ugye elkísér? Ezer örömmel, kisasszony, felelte az újságíró. Tudja, Pipiről fogok beszélni. A novellista karját nyújtotta az asszonynak, s elindultak a hársfasorban. Csodálatos, maga egészen romantikus lélek, kinek még szerelmes dalcsosognak a fa levelek. Szinte hihetetlen, hogy maga írta meg a könyvét. Tele van nyomorral, bánattal, életküzdelemmel. A lelkemből szakadt. Tele van keservel, kinnal, munkával, életboldogság nélkül. Ez csak nem szakadt a lelkéből, hisz olyan fiatal. Nem? Hát nem szenvedtem-e eleget? Nem dolgoztam meg keservesen az élet boldogság reménye nélkül? A könyvemet nem írtam írói ambícióból, azért írtam, mert megfizették, hogy egy barátomnak panaszkodtam egy estve, a keserves este volt, szobám már hetek óta nem volt fűtve, s nappalaimat a könyvtárban töltöttem. Aznap be volt zárva a könyvtár is. Csatangoltam egész nap, fázva, éhesen. Így akadtam a barátomra, ki soros volt egy napi lapnál, Írd meg a sorsod, mondta ő. Nincs tintám, papírom, s a szobám hideg. Magához vitt, s én írtam. Másnap közölte a lap, s én öt forintot kaptam érte. Tudja-e, asszonyom, hogy mi volt nékem az az öt forint? Borzasztó, mondta az asszony, s bebújt prémes kabátjába. Így készült a könyvem. Zola nyomán fakadt, mondták a kritikusaim. Asszonyom, én sohasem tudtam azelőtt, hogy ki volt Zola. Asszonyom, én sohasem olvastam Zolát, hanem megírtam azt, amit a lakás, lakásadóimnál láttam, az életet, a brutálist, azt írtam le, amit átszenvedtem, amit magam éreztem, életküzdelmet, kint, bánatot, keservet. Milyen langyos a levegő, s minő illatos a hársfavirág? Asszonyom, tudja -e, hogy álomvilágban élek? Vannak pillanatok, amikor nem hiszem, hogy én vagyok én. Hogy kerültem én ide? Hogyan? Ó, ez a hásfa illat. Csak ugyan ő nem ismeri Zolát. A férjem egy barátja pedig hasonlatos helyeket akart a könyvéből összeállítani. Még nem ismertem önt, de mert olyan fiatalnak mondták, hát erősen lebeszéltem. A fiatal költő megdöbbenve állott meg. Meglepetésében elfeledett köszönetet mondani, s pillanatokba került még lecsillapodék. Istenem, milyen fiatal még ön! Felizgatja egy ilyen csekéség! Látja, az én férjem is író, s így ösmerem ezt a világot. Higgy el, ez a fő dolog, hogy teljesen külön életet éljen. A maga életét távol, lelkileg távol. Ha önt felizgatják az ilyen hírek, melyek bármilyen kézenfekvő hazugságok, a könnyen hívőt törbe csalják, s pusztán csak azért eszel vég ki, bizony legjobb lesz, ha kerüli is a mi társaságunkat. Itt csak az a cél, hogy egymást önnöm maga előtt eltöprítsék. Az önbizalom, az öntudat, a bátorság lehámlik e világban mindenkiről önkéntelenül. Az ideálok elhalványulnak, a tekintét tisztelete megszűnik, a tehetség kultusza, itt csalóka, hitvány samis arany. Kenyérhatsz lesz az ideálok küzdelméből. Az írót a szerint ítélik meg, ahány példány fogy el a könyvéből, s amennyit fizet neki a kiadója évenként. A siker a kiadások száma az iránytű. A hírnév elveszti ideális értékét, mert pénzre lehet felváltani. Gyűlölködés és irigykedés lappanganak a baráti készszorítások mögött. Árolás, kisebbítés, minden szó, mely a távol levőről elhangzik. Egy válvonogatás, s kész a kritika. Szinte kából az ember, ha ebbe a világba téved. Sehol semmi lelkesedés magasabb célokért, semmi fogékonyság az egymással való érintkezés termékenyítő ereje iránt, csak pénzkérdés minden, a kalapleemelés, a készorítás, a bók, a dicséret is, sértő, pöffeszkedés, égtelen hiúság, s ismétlem, csak pénzkérdés, pénzkérdés itt minden, minden. Ha azt hiszi, hogy derült, tiszta levegőbe került, keservesen fog csalódni, meglátja, gondoljon akkor majd rám, ha tud, meneküljön egy új világba, a maga világába, éljen ott egy új életet, a maga életét, távol, lelkileg távol. Csak sávarékat ösmerem ugyan közelebbről, de csodálatos, másként látok én itt mindent. Tiszta, derült levegőt, az érdem tiszteletét, s főkép igaz, őszinte szerelmet, mely egymásért él, s egymás gondolatvilágában olvad fel. Sávarék a magok életét élik, mi meg egymás közt, egymásért, de meg nem is a családi életről beszélek, az íróknak az egymáshoz való viszonyáról. Ah, ő ma meg nem hisz nekem. Ám lesz idő, hogy igazat fog nékem adni, gondoljon majd akkor reám. A teraszról felcsendült egy férfi hang. Anna. Ah, a férjem, most hát kísérjen fel. Úgy tetszik, mennek már haza minnyájan. Nagy zajongva indultak útnak. Az asszonyok futottak előre, s az üres néptelen utcákon táncolva, kacagva énekelték a tarara bum di eit. Az öreg szerkesztőt egy pár idősebb író vette körül. Mi a szerkesztő úr véleménye Sábor kérdezte az egyik. Még for, barátom, egyre for. Látszólag sokáig tart ez a forrás, de minél tovább forra most, annál jobb bor lesz belőle. Mirja ez alatt parancsokat adott a szobalány, szobalányának, s a szakácsnőnek, hogy mindent hogyan és hová rakjanak el, azután bement Gézához, ki dolgozó szobájában leheveredve, szivarfüst közt merengett. Nos, édesem, hogy mulattál? kérdi az asszony. Azt hiszem, elég élénk este volt, de Mirja, édes Mirjám, most még jobban félek, mint az előtt. Ah, nem értenek meg engem ezek az emberek. Csak a jó öreg szerkesztő, csak ő figyelt, a többi hidegnek, keresetnek találta az allegóriát. Nem, nem, nem mondták, de kiéreztem, a szívemből, az érzésemből szakadt, oly üdének, könnyednek, költőinek gondoltam, s nehézkes, megszáraz. Az asszony vigasztalta, látszólag hitt is neki, elhallgatott, aztán csak halkan, szinte önmagában suttogá, nesztelenül. Ez ez a nemezis ez a nemezis